Mert megy. Én nem tudom. Jó, már megy. Már 7 másodperce megy. Sziasztok! Sziasztok! Ma ezt velem esélyünk egy szívszaggató történetet. Egy földi gilisztárval? Nem. A képek alapján. Egy földi giliszter. Jó, akkor én kezdem, mindegy. Nem biztos, hogy földi giliszter lesz. Szóval, ült a parkban a nő, és nézte a földi gilisztát. Ugye vagy egy földi giliszterről. Jó, tesz. Ó, de cuki. Van időd nyugodtan? Jó, tudom, hogy megvágjuk. Nem vágjuk meg. Miért nem vágjuk meg? Na, mit csinál ez a szitakötő? Fogalmam sincs. Miközben a szitakötők szépen... Szerinted mit csinál leszel a virággal? Családot alapít a világgal, virággal. A virággal. Így van. Miközben a szitakötő családot alapított a virággal. Atompartom. Ez eddig nem is mesél, hanem csak valami természetfilm, vagy nem tudom. Jó, akkor történjen valami. És hirtelen a vízből kiemelkedik egy ősrobbanás. Ősrobbanás, jó. És az ősrobbanás megtámadja a gilisztát. Ilyen akciómesél lesz. És a földi gilisztából az ősrobbanás hatására egy ilyen nő lett. Ez nő? Egy nő? Ez szerintem. Nőies az, az a címe, hogy R, tehát ez levegő. Igazából egy nő. Jó, tehát a gilisztában egy nő lett. Aha. Ajaj. Oké. Okay. Gondolt egyet a giliszta, aki nővé változott, és elment az erdőbe meglátogatni régi jó komáját, a tölgyfát. Azt hittem a szőrös hernyót, vagy nem tudom. Nem, ezen fák vannak, úgyhogy azt nem tudom, azt nem tudhatod, mi van ott a zavarban. Jó, de ő tölgyfát ment látogatni. Tölgyfát. Nem tölgy, tölgy. Tölgy. Igen. Ez mi? Hát ez a Natural History Museum. Úgy, ez egy múzeum, aha. De ez tök mindegy, ne abonjuk. Jó, és miatt meglátogatta a tölgyfát. Igen. Elment a múzeumba, mert így hallotta az emberektől, hogy az olyan izgi hely, úgyhogy gondoltam, megnézi a múzeumot. Mert arra kiránduló osztályok mindig mondták, hogy voltak ott. Uh-huh. Jó, akkor lássuk, hogy mit nézett meg a múzeumban. Virágot. Lótuszt. Ez nem lótusz. Lótusz. Nem, akkor ez legyen a szamártusz. De ez egy tavirózsa. Akkor ez tavilótusz. Stavi. Ez tavilótusz. Megnézte a tavilótuszok. De hogy minek, nem tudom. Ja, azt mondták, mert a múzeumban jó, volt. Igen. Megnézte a virágot, elment abban a hülye múzeumban, és meglátogatta a tölgyfát. Végre odaért a tölgyfához. Aztán most fog kiderülni, hogy odaért. Ah, ja. Útba a tőgyfa felé összetalálkozott a kolibrivel, aki a másik jó barátja volt, mindig megkergette. Hú, de jó barát tényleg. Hát ő azt hitte, hogy barátok, és bujócskát játszanak. Hmm. De még a kolibrik nem esznek izét. Gilisztát. Akkor, de most már giliszt emberré változott, tehát ez egy emberevő kolibri. Azt hittem, hogy a ember lett kolibri evő, és akkor most megfordult a... Jó, mindegy, következő. Ó, még nem láttad, mit mondtál. Ó, Jézus. Miért? Ezek vécék? Persze, vécék, igen. Hú, igen. Megérkezett a tyúkol. Megérkezett a tyúkol? De tényleg olyan boxokban, hogy tyúkol. Mindegy. Tolják a tojást. Kolibri neved. Hát... Hát
ettől lefagytam. Húzd benne a tőzsfa felé. Nem, nem, odaért már a tőzsfához, sose fog odaért a tőzsfához értet. Odaért a tőzsfához, és a tőzsfánál épp a rokonság volt a sok tőzsfa. Sok tőzs. Nem vagyok ki a virágokba. Még egy szamártusz. Matriark in repose. Uh-huh. Jó, akkor ez valami virág. Virág. Nem tudta, hogy vendégek lesznek, ezért elszaladt ilyen virágért a múzeumba. A múzeumba, igen. Akkor a... Mi volt a meg? Jó, jó a múzeum neked. Stavirós. Stavis... Stavis rúzsa. A múzeum kívülről? Jaj, de kényelmes. Okay. Hát a másik múzeum megsértődött, ezért fekete-fehéré változott. Mert hogy nem hozzáment virágért, pedig neki sokkal szebb virágai vannak. Nálam van lóhere is. Nem csak lótusz. Stavirosa van. Szinte. Fú. Teltek az évek, és ami girisztánk rájött, hogy neki párra van szüksége, mert ilyen üresek a hétköznapjai. Meg a székei. Meg a székei. Úgyhogy elhatározta, hogy most megkeres valakit, akivel társulhat. Ez mindig romantikus történetet csinálsz belőle. Na jó, utolsó. Tényleg az utolsó. Megtaláltam a párját. Igen. És a kiliszt a pártal. Igen. Kezet csókol magának. Milyen gülös szemei vannak. Szóval megtalált a párját a kis csókoló, imádkozó sáskát. Boldogan éltek, amíg meg nem. Kézimádó sáska. Kézimádkozó. Ez hülyeség. És boldogan éltek, ha még le nem át az immunrendszerük. Ah, igen. De a kézikönyv óvta őket. Kézikönyv óvta őket. Igen.